Szeretnék idézni egy mondatot, amit egy Forbes cikkben olvastam. Ez pedig úgy szól, hogy mindig is az első-második ember akartam lenni valaki mögött, eszem ágában sem volt előtérbe lépni. Ezt ugye a Star Management ügynökséged a TMC kapcsán nyilatkoztad, és látjuk, a felvezetőben is elhangzott, hogy igenis az előtérbe léptél. Milyen fordulat következett be az életedben? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes pont az életemben. Egyébként hát tulajdonképpen kedves kérdező társad tehet róla bizonyos szempontból. Én nekem valóban nem volt célom soha, hogy előtérbe kerüljek. Egyrésztről, mert nem tudtam nyilvánosan megszólalni, tehát hogy egyébként ez egy nagyon szépen megfogalmazott hitvallás, de nem, ha akartam volna, se tudok, mert nem tudtam nyilvánosan megszólalni. Nem ment. Amerikában angolul mindig. Itthon magyarul nem. Egy pszichológus barátnőm azt mondta, hogy ez feltételezhetően azért van, mert ott azt érzem, hogy érdekli az embereket, amit mondok. Itt meg azzal voltam folyamatosan elfoglalva, hogy mikor hibázom egy olyat, amin egy egész szakma majd csámcsog, mert akkor végre elrontotta. És azért valljuk be, ez a mentalitás azért nem áll távol nagyon a magyar közösségektől, hogy inkább várjuk, hogy valaki hibázzon, mint sem, hogy támogatnánk abban, hogy jót csináljon. Hogy jött ez a pont? Ez a pont úgy jött, hogy egy teljesen érzelmi hullámból, semmilyen tudatosság nem kapcsolódik hozzá. Történt egy napon, hogy a legszorosabb barátom teljesen váratlanul meghalt. Ez egy olyan napon történt, amikor a másik szoros barátom esküvői tanúja voltam. Azért tudok ilyen szemtelenül beszélni róla, mert kb. 127 alkalommal mondtam már el hosszan is a történetet. De tényleg ez az origó pont, tehát hogy ezt úgy képzeljétek el, mint amikor egy ilyen nagy hollywoodi filmben történik egy atomrobbanás, és utána minden megváltozik. Nekem utána minden megváltozott. Egy nap alatt tettem le a 30 évig mindenféle módon próbált megfelelni vágyásom elhagyását, mert valahogy ez az elmúlás és egy család születése, és ez egy nap, ez az adrenalin meg sok, valahogy azt megtanította nekem, hogy mi fontos az életben, tehát meg mi nem. És minden, ami nem fontos, azt aznap sikerült letennem. És pár hétre rá találkoztam egyébként egy kedves kolléganőddel, aki egy nagy nehéz harcon volt túl egészségileg, és azt nagy örömmel közölte, és azt, hogy újra megszervezi azt a női konferenciát, amit egyébként tervezett egy jó ideje, és már többször hívott, és én mindig valahogy kimozogtam, hogy ne kelljen oda elmenni. Persze sosem mertem azt mondani, hogy kérem, én nem merek szerepelni. Ezt sosem mertem elmondani, mert majd mit szólnak. És akkor azt gondoltam, hogy most nekem már mi veszteni valóm van, hát elmegyek. Hát hogyha ennyire szeretnék, hogy elmeséljem a karrierem történetét, ugyan nem tudom, kit fog érdekelni, de akkor elmegyek. Ez augusztusban volt, amikor én igent mondtam. Én azt hiszem, október 4-ig, amikor is ez a konferencia volt, én nem aludtam egy szemhúnyást, ezt biztosan állíthatom. Ha nem a Judit visz le az ő autóján ezzel a konferenciára, vagy erre a konferenciára, biztos vagyok benne, hogy előtte lévő este valamilyen módon ezt kimozgom, de hát azért mégse a Judittal nem tehettem meg. Az első pár percre nagyon-nagyon sajnálom, egyáltalán nem emlékszem. Tehát nincs meg, pedig biztos jó lenne visszaemlékezni, hogy milyen volt. Én annyira rettegtem, de ma már meg nem tudnám nektek mondani, hogy mégis mitől rettegtem ennyire. Tehát nem a NASA indító kulcsa van a kezemben, mindegy. És arra a pillanatra viszont emlékszem, és ez bekerült az örök hála naplomba, amikor ugye nagyon sok lámpa világított szembe, tehát én csak az emberek fejének a körvonalát láttam, és amit most csinálsz, ugyanezt láttam csak tömegben, hogy így bólogatnak az emberek. Tehát azt éreztem, hogy... És még mosolyogtam. Kapcsolódunk, de azt nem láttam. Kapcsolódunk, együtt vagyunk, és úgy olyat mondok, amivel ők egyet értenek, mert nem ezt láttam, hanem ezt láttam. És akkor ez engem egyetlen egy pillanat alatt megnyugtatott, és valami olyan komfortérzettel töltött el, hogy miközben mondtam azt, amivel készültem, azon gondolkodtam, hogy ez hogy lehet ennyire jó. De fura. És aztán ezen van még egy pont, nem akarom túl hosszúra engedni, de ez fontos, hogy 300-an voltak ott ezen a konferencián, és én 72 visszajelzést kaptam, levél, üzenet, vagy valamilyen formában utána, ami azért egy horrorisztikus szám, ha belegondoltok, és mindenki azt írta, hogy ez megváltozott a gondolkodása, kijegyzetelte ezt a mondatot, lefotózta a prezentációnak ezt a szlájdját, ez a képernyő pihentetője, tehát ott valami történt. És akkor én azt gondoltam, hogy ha nekem ez ennyire jó, és ez ilyen hatással van másokra, akkor én ezt akarom. Tehát, hogy ez változott meg.
és ezért lettem én elől is. Van nekünk egy staféta kérdésünk, amikor az előző vendégünk kérdez a következőtől. Az előző adásban Blaskó Niki, az ECG ügyvezetője volt vendégünk, és ő azt a kérdést tette fel neked, hogy arra szeretne pontosabb információkat kapni tőled, hogy hogyan tudtad ilyen sikeresen menedzselni a karrierváltásodat, és egy kis kiegészítést is hozzátett, hogy hiszen nem pályát kezdetén váltottál egy egészen újra, hanem egy ismert név voltál, egy felépített brand, egy ismert szakember, amikor váltottál. Ha szabad még ezt hozzátennem az én nézőpontomból. Ha egy picit generációban eléré haladunk, sokan bízom benne nézik, hallgatják most ezt a beszélgetést, olyanok, akik már valamennyi időt eltöltöttek a korporét világban. Talán lehet, hogy azt érzik, és most ez felhangosodik bennük, hogy a keretek egy kicsit szűkek, hogy az építkezés, a folyamatos építkezésben hisznek, vagy az, ami felvillanyozza őket. És elkezd valami motoszkálni bennük, és ami nagyon érdekes, hogy ne felejtsük el, hogy egy olyan időszak után vagyunk, és ez a Covid, ami nagyon sok emberben, az én vezetői létemben is találkozom nap-nap után, hogy az emberek elkezdtek gondolkozni, ha nem is egy ilyen atomcsapás, de valamilyen mondani, egy olyan momentumot éltünk meg, hogy mindenki egy kicsit azt gondolja, hogy jó helyen vagyok-e, mi a következő. Niki kérdése szerintem azért többek között nagyon zseniális, mert abszolút momentum van. Mit tanácsolnál azoknak, akik úgy gondolják, hogy már sok mindent elértek a korporétban, de még lenne előttük körülbelül ugyanennyi, de valami bennük motoszkál, mi segít nekik egy ilyen váltásban, neked mi segített, és adott esetben ki az, akinek nem tanácsolnád a váltást, vagy még megkérnéd, vagy javasolnád nekik, hogy valamit még csináljanak, vagy várjanak? A vállalkozói lét nem való mindenkinek. Tehát ez nagyon szexi most, meg nagyon menőnek tűnik. Érdekes, hogy 20 év alatt hogy megfordult. Tehát amikor én elkezdtem a karrieremet, akkor vállalati vezetőnek lenni volt a valami, és a vállalkozó egy nagyon pejoratív, nagyon sok negatívat viselő szó volt. Ma ez nem így van, úgy tapasztalom. De én 2004-ben váltottam. Tehát, hogy az én anyukám 2 hetet sírt, amikor én úgy döntöttem, hogy én akkor a kereteket elhagyom, mert nekem már akkor kiderült, hogy nekem a keretek nem valók, azaz fene tudja, hogyha egy amerikai sláger emisz típusú cégnél maradok-e, akkor is ezt gondolom-e, vagy pedig pont ő miattuk, és amiatt a szabad, támogató, vállalati kultúra miatt nem működött nekem már utána, vagy a TV2, vagy semmi más tovább, ezt sose tudjuk meg. Én úgy döntöttem, hogy nekem menni kell, én csak dolgozni szeretnék, én nem akarok pozíciót, én nem akarok névjegykártyát, én csak dolgozni szeretnék. Aki viszont szeretne pozíciót, package-et, céges autót, 5. fizetést, fixen, rendszeresen, annak nem való a vállalkozói lét. Tehát egyébként azt szoktam mondani, hogy a váltás, és aztán meg fogom válaszolni a Niki kérdését, nem felejtem el, de ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy először is meg kell próbálni fél évig minden áldott nap 10-14 órában dolgozni, szombaton és vasárnap is. És hogyha 6 hónap után ez megy, akkor el lehet kezdeni gondolkodni azon, hogy vállalkozó legyen az ember. Ha nem megy, ha az ember úgy érzi, hogy fáradt, vagy úgy érzi, hogy én nem azért élek, hogy dolgozzam, mert nekem kell a szabadidő, meg a család, meg a... Ez oké, csak akkor nem kell vállalkozni. Tehát a vállalkozói lét eleje, főleg az első 4-5 év, az semmi másról nem szól. Az ember ezzel kell, ezzel fekszik. Mikro szinten ez egy pokol. Nem jön a pénz, a tartozáskezelés, azt se tudjuk, merre menjünk, hogy pozícionáljunk, hogy adjam el a termékemet, mi van, ha ebből már telített a piac. Tehát fogalmunk nincs, csak érezzük, hogy valami szerelemhez hasonló belső drive hajt. Makro szinten ez egy csoda, mert az ember a való világban valósítja meg az álmait, egy tündérmese. De mikroszinten nap mint nap a pokol. Ha valaki nem elég kitartó, ha valaki nem tud stresszt jól kezelni, ha valaki nem tud konfliktust kezelni, az se nagyon legyen vállalkozó, szerintem. De ha motoszkál valami, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy tessék elkezdeni komolyan venni egy hobbit. Ami motoszkál, az legyen egy igazi hobbi, ami tervezetten időt van el az életünkben, ami be van írva a naptáramba, hogy kedden, csütörtökön és vasárnap én ennek a hobbimnak élek, mert a maximálisra akarom fejleszteni ennek a tudását, mert lehet, hogy majd ebben találom meg egyszer a megélhetésem. Tehát szerintem az elején ez a megoldás, hogy kipróbálom magamat, limitált időben abban, ami motoszkál. Éppen az esetek többségében kiderül, hogy már nem motoszkál utána olyan nagyon, mert már nem olyan izgi. Addig izgi, amíg vágyunk rá.
Aki viszont ezek után is úgy érzi, hogy váltana, menne, és még boldogabb, és még kiegyensúlyozottabb, és még inkább motoszkál, az meg menjen. Mert soha semmihez nincs késő, ezt is megtanultam, tehát hogy én 46 éves vagyok, tehát gyakorlatilag 44 éves koromban kezdtem egy új karriert, és egyáltalán nem érzem azt, hogy el lennék késve, vagy bármilyen, bármiről lemaradtam volna, akkor viszont menni kell, mert ez az egy életünk van, és szerintem sokkal jobb egy kudarc, sokkal jobb egy olyan mondás, hogy hát ez nem sikerült, nekifutok újra, mint azon gondolkodni, majd 70-80 éves koromban, hogy mi lett volna, ha. Azt szerintem egy gyilkos gondolat, hogy nem tudjuk meg soha, hogy mi lett volna, ha, mert nem voltunk elég bátrak, fontosabb volt egy csomó minden más, úgyhogy erre a kérdésre ez a válaszom. Niki kérdésére pedig az a válaszom, hogy annyira organikusan történt, és annyira nem tudatosan az elején, hogy tulajdonképpen észrevétlen volt, mert én ezt csak próbálgattam a szárnyaimat, és egy nagyon nagy mankó lett az életemben a kiégés előtt éppen egy lépéssel. Tehát, hogyha belegondoltok, én 2004-ben lettem vállalkozó, nagyvállalati stratégiai tanácsadó, majd személyes márkaépítő, majd menedzser, de a személyes márkaépítés végig megmaradt az életemben civileknek is. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy közel 20 éve én más emberek életét viszem a vállamon, építem, és azt hiszem a sikerek magukért beszélnek, a közös sikerek, de elfáradtam. Ezt ma már tudom mondani, hogy ez egy végtelen felelősség. Nincs olyan, hogy egy éjszaka nincs bekapcsolva a telefonom, mert mi van, ha éppen akkor van botrányhelyzet? Mi van akkor, ha éppen akkor jön a bulvár? Mi van akkor, ha éppen egy olyan vállalatvezetőnél van egy válságkommunikációs helyzet, aki az én ügyfelem? Tehát, hogy egy picit elfáradtam ebben, és ez az új terület adott nekem egy új lendületet ahhoz, hogy megint a régi lelkesedéssel tudtam az alap területemet is, és az alapmunkámat is elvégezni, úgyhogy talán azt gondolom, hogy az ügyfeleim egy picit örültek is annak, hogy lett egy új hobbi, amely hobbi aztán egy akkora szerelemmé vált, hogy sok mindent át is vett, de végig bevonva azokat, akikkel dolgozom, végig közösen meghozva a döntéseket, és végig megkérdezve őket, hogy hol van az a pont, ami még zavaró vagy nem zavaró. Úgyhogy szerintem talán ezért is sikerült ennyire, mert be voltak vonva. Tehát végig a híres ügyfeleim is, a civil ügyfeleim is végig be voltak vonva abba, ami éppen velem történik. Megkérdeztem a véleményüket, beépítettem a válaszaikat a cselekvéseimbe. Tehát, hogy egy ilyen nagy közösségként próbáltam ezt csinálni, és egyébként pedig profitálnak belőle ők is. Tehát, hogy ez ilyen nagyon érdekes amplitúdó, ez a karrier dolog, hogy mennyire tudunk hatni, és viszont kölcsönösen egymásra hatni karrier szempontból is. Hát én csak azt látom és azt figyelem, hogy egyrészt kicsit kezdik most már maguk is csinálni, amit eddig helyettük csináltál, illetőleg azt is, hogy talán, hogy néha két lábon kell állni, és nem mindig csak egy dologra kihegyezni a stratégiánkat. Nekem ez az, ami a saját megfigyelésem, és akkor most itt a lehetőség arra, hogy ezt a stafétát ezt tovább vigyük, és hogyha összegezhetem, amit én tanultam a te válaszodból, Niki, és az én kiegészítő kérdésemre, az az, hogy és itt lehet, hogy itt akár magamra is gondolok, hiszen nagyon fontos szerintem, hogy az egész életünket egy dinamikus fejlődésnek érdemes, ahogy hallom tőled is, pozícionálni, és egy élethosszígtartó tanulást projektálni. Hogy amikor az ember úgy érzi, hogy kezdi kinőni a kereteket, akkor válasszon egy pilot projektet, egy szerelem projektet, kezdje el a naptárjába indítani mondjuk hétfői hétindító, és amikor már azt látja, hogy szemmel látható követő tábora van, és jó és pozitív visszajelzéseket kap, akkor érdemes egy nagyot ugrani és a kockázatot vállalni, és a környezetet folyamatosan figyelni, és a visszajelzésekre nyitott lenni. Könyv, podcast, vagy valamilyen személyiség, aki téged inspirál, és aki sokat adhat mindannyiunknak. Egy könyvet biztos, hogy mindenkinek ajánlanék, ez Shonda Rhimes, aki hát ugye Hollywood vezetőírója, minden sorozat, majdnem minden sorozat teremtője, és bár azt hinnénk innen, hogy ő a sikerét megélte és élvezte, miközben egy börtönben érezte magát a feladatai által, és ő írt egy Yes című könyvet néhány évvel ezelőtt, amiben egy olyan évet mesél el, amikor ő azt gondolta, hogy minden, amire eddig nemet mondott, tehát anya, játszunk társasjátékot, nem lehet fiam, mert sok a munkám, tehát minden, amire nemet mondott, családi, baráti, magánéleti, szakmai ügyekben, hétköznapi kérdésekben, arra igent mond. És ennek az igen mondásnak, és hogy mennyire helyezzük a fókuszba önmagunkat kérdéskörnek, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos alapműve.
én nap mint nap érzem, hogy eszembe jutnak sorok ebből a könyvből, tehát hogy azt lehet mondani, hogy elég nagy befolyással volt az én életemre is, amióta olvastam. Ezt mindenképpen javaslom, mert egyébként meg jól is van megírva, hiszen hát remekül ír ő. A podcast hallgatási szokásaim azok nagyon hektikusak, mert ugye mindig felajánl egy-egy újabbat, és így aztán olyan embereket hallgathatok meg a világból, akikről egyébként 5 perccel azelőtt igaz sem tudtam, hogy létezik. Én azt szoktam csinálni, hogy az Instagramon hashtageket követek, olyan hashtageket, amelyek engem érdekelnek. Ez a karrier, a vállalkozói lét, nyilván mindenféle önismeret, siker, angolul beírva, akkor olyan emberekkel találkozunk, akikről nem tud, mert Simon Sinek, Marie Forleo, Mel Robbins, ezek olyan egyértelmű, Tony Robbins, tehát hogy ez Amy Porterfield, tehát ezeket nagyjából, aki nyitott erre a témára, ismeri. De ő rajtuk túl olyan sok név van, akik csak egy-egy poszttal, egy-egy gondolattal, egy-egy podcasttel, egy-egy weboldallal, egy-egy könyvvel, Amerikának akkora piaca lehet ebben, nem is értem, hogy születik ennyi kiadvány, hogy én így elkalandozom a social media világában, és ismerek újabb és újabb embereket, és ha egy-két ilyen ötlet, poszt, stb. Bejegyzés tetszik, akkor azonnal megnézem, hogy milyen könyvvel érhető adott embertől, és azonnal meg is veszem, úgyhogy én például papíron nagyon ritkán olvasok, az iPad-em sorban áll, vagy az iPad-emben sorban áll a elolvasandók listája. A következő vendégben az számomra különösen érdekes, és bízom benne, hogy így nektek is, hogy ő a mentorom. Most már nem aktív napi rendszerességi szinten, de volt egy időszak az életemben, mikor nem csak vállalati felső vezetőként, hanem anyaként, nőként is számos olyan tanácsot kaptam tőle, ami a egyik napról a másikra történő átbillenésemet és megmaradásomat a két lábomon segített. Ő Ránki Katalin, a L'Oréal ikonikus alapító vezérigazgatója, és ha jól emlékszem, 20 évig vezette ezt a vállalatot, és azt gondolom, hogy ha nő és vezető, akkor ő egy olyan modell tudott legalábbis számomra nyújtani, amiben ez a jégkirálynő föl tudott lazulni, amiről az én esetemben beszéltünk, és önazonossá tudott válni. Nem tudom, mennyire ismeritek egymást, ha nem ismeritek egymást, akkor csak annyit tudok róla mondani, hogy ő már jelen pillanatban nyugdíjas, boldog nagymama, és nagyon sokat segíti a családját, de a mai napig számomra egy olyan fontos mementóra emlékszem, a legfőképpen, hogy egy olyan könyvet adott a kezembe, amikor megismerkedtünk, hogy a rendes lányokból sosem lesz főnök. És nem tudom, jó. És hogy nem tudom, hogy ebben kapcsolatosan mit indít meg benned, de biztos, hogy Katalin a hallgatóinknak, követőinknek, akik nyomon kísérik a kezdeményezésünket, számos olyan tapasztalást tud megosztani. Vajon mi lenne az, amit te megkérdeznél tőle? Én két dolgot is kérdeznék, hogyha megengeditek, vagy választotok majd belőle. Az egyik az, hogy egy ennyire legendának számító karrier után, egy ekkora hajtás, egy ekkora nagyvállalati vezetés után az első nap hogy van? Tehát, hogy oké, hogy boldog nagymama, és nem tudom mi, de hogy le tud-e az ember állni, képes-e leállni, és örül-e annak, hogy leáll, vagy keresi, hogy akkor most mit csináljak, hogyan csináljam tovább. Ez igazán nagyon érdekel. És az is érdekel, hogy miután ő egy legenda, tehát hogy hiába nem ismerem személyesen, pontosan tudom, hogy kiről van szó, hogy ő valaha ezt érezte, és tudta-e, hogy őt mint legendát emlegetik, nő, férfi, teljesen mindegy vezetőtársai, és úgy maga a gazdasági környezet, és ezzel ez hogy kezeli az ember? Nagyon szépen köszönjük. Mind a két kérdés olyan, ami szerintem mindannyiunkat érdekel, csak a te általad megosztott történetre reagálva, én emlékszem, mikor az első ilyen alkalom volt, hogy több száz ember előtt kellett előadást tartanom, motiválni, és hát hadba hívni a népemet az üzleti célok érdekében, és hát fölhívtam remegve, hogy tud-e valamit mondani, amivel a kínomat enyhíteni aznap este, illetve előtte való este, és akkor azt mondta, édesem, legyen frizurát, öltöz fel rendesen, többire senki nem fog emlékezni. Nagyon szépen köszönjük, és én személyesen csak azt tudom mindenkinek,
javasolni, hogy kövessétek Krisztát a social médián, mert rajta keresztül további influencereket is tudtok megismerni, illetőleg az ő tűpontos stratégiai gondolkodásmódját, és hagyjátok magatokat inspirálódni. Csak ehhez tudok csatlakozni, hogy nekem is nagyon sokat adott ez a beszélgetés, és nagyon sok minden összecsengett a korábbi vendégeink gondolataival. Czakó Bori és Blaskó Niki is itt a kockázatvállalást erősítette meg, hogy merjünk lépni egy következő kihívással kapcsolatban, úgyhogy Kriszta, te is ezt a vonalat képviselted és erősítettél, és ezeket az üzeneteket hoztad be, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltál ma. És Katinak továbbítjuk a kérdésedet, és reméljük, hogy egy későbbi alkalommal majd fogunk tudni erről beszélni, hogy vajon te hogy képzeled el ezt az időszakot majd magadnak. Köszönöm. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!